Ez annyira jó, hogy itt beszélgetünk, mert ilyenkor fest beszél az Úr. Állandóan. Tisztán, hogy imádkozunk előtte, szóljon, és olyan mértékben szól, hogy így szerintem minden olyan külön könyveket lehet érni közben. Ezért, hogy így, hogyha el vagyok tévedve egy kicsit, akkor kimegyek az állatok közé, vagy természetbe. Ugyanis ez lehet, hogy bonyolult nekünk, de ez tök egyszerű. Tehát én még nem láttam olyat, hogy mondjuk, tehát Isten tulajdonképpen Jézusban arról beszélt, itt azt írtam le, hogy a helytelen bukott létformánk alul jött felmenteni minket, amelyikben nagyon gáz, mert elhiteti velünk Istenen kívüli gondolkodásba a gonosz, hogy mi nekünk kell hordozni a terhet, és úgy menni fog az élet. És azért fáradunk el, mert elhiteti, hogy nekünk kell csinálni, de nem az a mennyei törvényszerűség, hanem az, amiről Jézus jött beszélni, hogy az Atya rajtunk keresztül, ahogyan minden növényen és állaton keresztül látszódik. Én még nem láttam olyan kancát, vagy ményt, vagy akácfát, vagy epret, amelyik, ez komoly, tehát amelyik mondjuk az eper mondjuk megtetszett volna neki mondjuk az egyik herélt lovam, és azt, hogy én herélt akarok lenni, az perverzitás. És nem saját, tehát nem azt a funkcióját tölti be, amire teremtve volt. Igen. Mi lettünk ilyenek? Az összes többi teremtmény nem. Azért hozott mag példát. És azt mondja, csak higgyétek el, hogy az fáradtságosan lesz, és csak töredékét, nehézséget fogtok aratni, ha úgy éltek, ahogy eddig. És azt mutatta meg, hogy amire azt mondja a világ, hogy egótlanodni kell, mert erről szól ez, amiről itt most ír, hogy onnan kezdődik az élet, amikor az meg van feszítve, amikor az elmúlik, de ez nem működött az Ószövetségbe. És az a hír, hogy ezért muszáj újjá születni, mert leteszek ezt dolgokat, olyan, mint amikor különböző diétákat csinál, stb., azok mindig csak valami ellen vannak. Jézus volt az egyetlen, aki elhozta a valamit az ellenek helyett. És kellett a Szent Szellem, ami miatt utána már ezért jó, hogy utána már nem valami ellen fogsz élni, hanem ő él benned és rajtad keresztül, ezért már nem kéne egy harcos életnek lenni olyan szempontból, hogy valami ellen vagy állandóan, mert ő annyira betölt téged, és elkezdesz úgy működni, amire tervezve voltál, a mennyből, és egyszerűen én csak kinézek az ablakon, és azt látom, hogy az akácfa nem izzad. A tölgyfa nem izzad, hanem átengedi magán abban a formában mindazt, amit az Atya csinál, ő rajtuk keresztül is, hogy meg tudjon rajtuk dicsőülni a virágokba, az utódokon, amelyikek úgy jönnek ki, hogy én még nem láttam, hogy külön tanfolyamra kellett volna menni mondjuk a kancáknak, vagy a vadállatoknak, vagy a növényeknek, hogy most mindjárt jön a tavasz, és akkor most hú, mi lesz? Most akkor kéne valami fundamentált összeszedni, és akkor utána meg akkor megszületik, és mi 4 tojást vártunk, és 6 lett belőle, most mi lesz? Lesz elég hernyó? Ők folyamatosan, és amikor azt olvashattuk abba az igeversbe, hogy azt mondta Jézus, hogy ha ebbe a formába vagytok, és én betölthetlek titeket, ez nem egy majd. Nehéz kifejezni a nyelvbe. Amiről beszél Jézus, az most van. Az nem majdban van. Tehát akkor megéled a mennyei viszony. Megéled, akkor a mennybe vagy, és a mennyből létezel itt a Földön folyamatosan, és nem tudsz másról. Várjál, ennél a gondolatnál, ez nagyon fontos, Jézus azt mondja a Szamária asszonynál, hogy... Ez már eljött, ez az idő. Hogy van nekem eledelem, amit ti nem tudtok. Az, hogy annak akaratát cselekszem, aki elküldött engem. Mikor jönnek a tanítmányok, hogy hoznak kaját. És ki adott neki enni. És Jézus azt mondja, hogy van nekem eledelem, az, hogy cselekszem az én mennyei atyám akaratát. És ugye azt mondja a hegyi beszédben is, hogy ne aggódjunk, hanem keressük először az Isten országát és az ő igazságát. Tehát létezik ez a fajta ellátása az Istennek, ez a fajta növekedés, hogy vissza lehet illeszkedni ebbe a rendbe. De az a helyzet, hogy az egész teremtett világ a bűneset miatt ítélet alá került, és hát emiatt vannak az évszakok, mindenféle változások, mindegy. Elhalások egész is új. Szépen lehetne. Ez az. De most ne ragadjunk le ennél a kérdésnél. De az ember az végképp megromlott. Igen. És az ember létrehozott egy olyan civilizációt, egy olyan társadalmi berendezkedést,
amiben mindenki azért küzd, amiért az akácfa nem küzd. Így van. És elkezdtünk küzdeni azért, amit az Isten ingyen kegyelemből belénk helyezett, és az újjászületésben, hát nekem nagyon megérintett ez, amit most mondtál, hogy le lehet fogyni diéta nélkül. Egyszerűen az Isten akaratát cselekedve, az ember addig... Hogy röhög. De ez komoly. Hát de ezek szerint lehet. Ezek szerint lehet. Mindent lehet. Beáll az áll. Előként. Van remény felül. Feri, és mondtad az akaratot. Minden. Így jó, hogy jönnek ezek. Az akarat, az indulat, az tulajdonképpen az akaratod és az indulatod, az ugyanaz, az amit te zsigerből kicselekszed. És Jézus bemutatta az atyának a létezési formáját, az akaratát, a reflexeit, ami jön zsigerből. És akkor már, amikor újjá vagyunk születve, akkor már nem ellene dolgozunk dolgoknak, mit ne egyek meg. Minél jobban őrá figyelek, minél jobban tudom az identitásomat, azt állandóan alátámasztja a Szent Szellem, azt jön alátámasztani, ugye Jézus Krisztust magát, és azt veszed észre, hogy nem vagy éhes. A szerelmes kutya, a szerelmes ember, azt figyelmeztetni kell, hogy egyél már. Nem ellene élsz valaminek, hanem valamit követsz. Ez a hatalmas különbség. Ez nagyon fontos. Ez hatalmas különbség. Nem ellene élsz valaminek, sportoló, hanem valamit riport. Így van. Szabad ez hatalmas különbség. Egy sportolónak volt egy riportja, és mondták benne, hogy egy olimpiát nyert sportoló, és a riporter elkezdte ugye méltatni, hogy köszönjük a nemzet nevében azt a rengeteg korai kelést, azt a fölkelést, az edzést, és félbeszakított, hogy várjál, ezek nem voltak nekem nehezek. Én ezeket élveztem. Így van. Én szeretek edzeni, mert én láttam azt, hogy én ott leszek a dobogon. Uh-huh. Tehát én úgy keltem föl reggel, hogy örültem, hogy edzhetek, és örültem, hogy betarthatom a diét, tehát hogy amit mondasz, hogy ő felállította a riportert. Igen, igen, igen. Ne úgy állítsuk be, hogy én nagyon megfeszültem, én élveztem ennek minden pillanatát. Tehát, csak az igazságban ezt olvasta föl a Lili is, hogy akkor ott leszel, ahol én leszek, én vagyok, igen. Mert ő mindig a vagyok. Tehát ő hogy jött volna ki abból? Hát az árnyék, amit itt lehet látni a Földön, annak, amiből ő jött, sőt onnan szolgált, mert azt mondja, az ment oda föl, aki onnan lejött, és most is ott van. Tehát nem vették észre, hogy ő a mennyből szolgál, hogyha a forrásba vagy, akkor ami itt elromlott árnyéka. Tehát mindenki azt hitte, hogy ez olyan nehéz volt Jézusnak ezen az egészen végigmenni, mert ellen kellett állnia. Te amikor a jobbal be vagy töltve, amikor a legjobb kaja benned van, és nem csak egyenként, hanem a forrása bugyog benned, akkor mit tud ajánlani az, ami annak az árnyéka? Semmit! És ez lenne a lényeg, ami lassan most kezdjük ezt felfedezni, hogy ebbe a jelenlétbe létezni, ott vagy folyamatosan abból, és mész, kinyitod a szemed, inkább becsukod vezetés közben is, mert annyira jobb helyen vagy. Akkor nem ellene vagy a dolgoknak. Jó, tudom, tehát ez egy képletes volt persze, kivétel, amikor nem, de képletes. Tehát amikor így vagy, akkor nem harcolsz valami ellen. Ezt hanem... mondjam még egyszer, hogy nem ellene, hogy volt ez a mondat? Nem ellene élsz valaminek, hanem valamiért. Ez az. És ő erről beszélt, hogy emberek, értsétek, még így ordított a belénk, csak meg kellett fogalmazni azt, ami megfogalmazhatatlan, ugyanis ezt csak meg tudod élni a Szent Szellembe, de nem tudják elmagyarázni, ami kívül vagy, csak rá utalni tudsz. Lovaglás ugyanez. Beszélünk az érzésről, de az érzés csak akkor tudod megérezni, amikor rajta vagy és benne vagy. Később. És ez egy hatalmas dolog volt. Még hagyd mondjam azt, te ide fölírtam, mert te megmondtad még az előzőnél. Az nagyon tetszett, amikor mondtad, hogy ugye azt mondták, hogy ugye a megölés. Hogy nem tudtunk mit csinálni. És ott voltak. Ott volt egy kérdés bennem rögtön, hogy az kérdés, hogy úgy mondták, hogy sajnos nem sikerült a tervünk, hogy tudták, hogy a Mesiás, vagy hogy nem tudták. Tehát ez egy ilyen kérdés volt bennem. A másik meg az, hogy a Laci ott említette ugye azt, hogy elmebéli magaslatok voltak több ezer éven keresztül, és azt ugye nehéz azt otthagyni. És az még nagyobb dolog, és számomra mindig olyan tisztelet van bennem, amikor azt látom, akkor valaki 20-30-40-50 évig megy egy irányba, egy teológián legyen, az bármelyik területe az életnek. Bármelyik területe. Egyszer csak valami így lehullik, és tud, enged a változtatásnak. Így tanultam meg azt, hogy ez egy olyan intim pillanat, pláne amikor lesokkolódsz, hogy akkor én ott szoktam hagyni az embert, nemhogy még rátoljam azt, hogy mostantól így meg így higgyél. Emberek, ez az evangelizálás, ez egy jó üzenet szerintem, azt mutatta az Úr, hogy nem szabad rátolni. Olyan intim dolog az, gondoljuk végig, tényleg 20-30-40 évig csináltál valamit, és akkor látod az arcán, hogy
húha. Tehát ott elég akkor is, hogyha ott hagyod. Higgyétek el. Nem kell rátolni, hogy te milyen gáz volt eddig. Nem volt gázabb, mint te ugyanaddig. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy úgy tisztelnünk kell azt, hogy ő hibáján kívül ment rossz irányba, hogy én is. Nem volt rá szükségem, nekem se arra, hogy még tolja rám valaki. Tehát ez az evangelizálás, ez egy nagyon fontos dolog. A másik meg, ami jött még itt, hogy ugye azt mondták, hogy nem sikerült a tervünk. Azt mutatta az Úr, egyből szólt hozzám, hogy bármit látunk, bármit próbálnak csinálni, bármilyen erők, Istennek a programja be fog következni, és végig fog menni. Tök mindegy, mi történik körülöttünk. Teljesen mindegy. Ja, az lesz, és Jézus ezen ment. És ugye Jézus hogy vette volna még föl magára, amikor azt mondta, hogy tehát itt mondtuk azt, hogy így meg úgy. Én észrevettem azt, amikor még nem voltam újjászületve, és voltak a bemutatói. Azon gondolkoztam a másnapokon, aki már volt fönn színpadon, hogy én ott már megéltem azt, hogy amikor tapsolnak neked, és te nem jársz az Úrral, én azon gondolkoztam, hogy nem halnak meg sokkal többen drogba, meg különböző túladagolásokba a sztárok közül, akik fönn vannak, és megmondom, amikor tapsolnak úgy, hogy te ott állsz, és ha te nem az Úrral jársz, akkor megakad benned a taps, és meg tudsz betegedni. És ezt valahová le kell engedjed, és ezért szívják a csíkokat, ezért drogoznak, és ők nem rosszak ezért, hanem Jézus kell nekik. Bele menekülnek. Nem tudnak mit csinálni, ott a teher. Ott van a másnap nekem is, akkor meg a másik drog, van egy üresség, hiányzik az a 4000 ember, aki tapsol. Nem azért, mert én akarom, hanem az identitásom egy része lett. Úgyhogy Jézus nélkül nem, az újjászületés nélkül, Szent Szellem nélkül nem szabad kimenni az utcára. Nem szabad kimenni. És egy idő után meg mihez szoksz? Nem fogsz tudni létezni taps nélkül? Akkor meg a fellépésekbe belemész, és egyre rosszabb lesz az egész. Jézus azt mondta, hogy hogy is venném én ezt a dicsőséget, amikor az alól jöttem fölmenteni őket. Hát illetve Jézus a dicsőség. De nem ez a dicsőség. Ez elől a dicsőség nem, elől elmen. Nem emberektől akarja ő ezt. Ő nem is akarta, hiszen ez terhelt minket. Én ezredekig, hogy arra magasztalt föl minket a sátán, hogy mi hordozzuk el a dicsőséget. És az lehetetlen. Lehetetlen. Addig belefáradtam. Hát ma, ez az egész ember bukásának a kulcsa, hogy az fordított egyet abból, hogy az Isten önfeláldozás, és ahogy beszéltük, az nem az eredetileg nem nehéz. Tehát az nem, igen. Vagy úgy mondom inkább, hogy az emberi létezésnek, az örömnek a legnagyobb katarzisa és csúcspontja az, amikor te egy más emberért szolgálhatsz, amikor fektethetsz bele, amikor önzetlenül szerethetsz. De úgy, ahogy te mondtad a sportolót, hogy átfolyik rajtad Isten, mert akkor nem nehéz. Igen, és ugye ebből zökkent ki Ádám meg Éva, hogy ne add a dicsőséget másnak, és amit mondta, hogy persze az akácfa nem küzd, de miért nem küzd? Mert az akácfa nem akar a legszebb és legnagyobb akácfa lenni, hogy villogjon. Annak nincs lehetősége hinni, érted? De ezért nem is ismerheti meg az Isten szeretetét. Nincs is önazonosság. De azért egy dolog, persze, csak azt mondom, hogy... Ő megismerheti meg Isten szeretetét, mi megismerhetjük, igen. Ezért el is bukhatunk. Igen. De még Jézus is átmegy, figyeld, mert azt mondja, hogy most az én lelkem háborog. Azt mondja, most az én lelkem háborog. Tehát abban a katarzis állapotban, azt mondja, atyám, háborog a lelkem. Igen, 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 igen. De azt mondja, mit mondjak erre, atyám, ments meg engem ettől, az órától. De hiszen azért jöttem, azért születtem, hogy ezt az órát megéljem. Hogy ezt az, értetek, hogy ezt, de meg kellett harcolni. Tehát nagyon értem, amit mondasz, hogy egyébként Pál, fantasztikus, hogy Pál nincs ott. És ő a 12. ugye, akit Isten be akar helyezni, mint apostol, és azt mondja, hogy nem tanácskoztam, mindent az Isten jelentett ki nekem. És mit mond Pál? Figyeljetek erre. Azt mondja Pál, hogy azért a halál szüntelen bennünk munkálkodik, hogy bennetek az élet munkálkodjon. Tehát mi minden nap meghalunk azért, hogy ti minden nap élhessetek. Tehát pontosan ugyanezt fejti ki Pál, hogy élek többé már nem én, hanem Krisztus. Én már meghaltam. Mert egy halottan nem tudsz mit kezdeni, mert ő tényleg halott. Igen, de ez mégis egy olyan dolog. Lélekben ott ez a hal. Igen, igen, ott az a hal, de azt mondja Jézus, hogy atyám, hát ezért jöttem, hogy én meghalljak azért a világért. Fantasztikus, ha belegondoltok, Jézus azért jön el, és azért hal meg, hogy az egész Istennek a terve, az Istennek a gyönyörű megváltása
sorsának a részeseivé váljunk. Egyikünk se tudott volna kikelni abból a földbe vetett gabonalapból, ha Jézus nem hal el. De azt mondja, én meghalok azért, hogy utána mindenki élhessen, és képzeljétek el a mennybe, ott hordozza, mind örökké Krisztus ott fogja hordozni a sebeket. És mindig fogjuk látni, hogy azért jutottunk a mennybe, mert ő meghalt értünk. Fogjuk látni a sebeit. Tehát, hogy mit? Példát ad. Példát ad. Igen, igen. Példát ad nekünk arra, hogy amit te mondtál itt, hogy nem ellene élni valaminek, hanem valamiért. Ő, neki meg kellett ezt harcolnia, hogy ő olyan gabona meg legyen, amelyik elhal. Hát meg ugyanakkor egyszer bemenne. Azért hal el, akiért megöli. Igen, Azon szoktam, hogy ha egyszer bemegy nekünk, az, hogy amikor azt mondják, ugye, hogy mit adtál föl, vagy minek fordítottál hátat, igazából utólag kiderül, hogy a jobbért, tehát nevetséges az egész, mert a jobbért nem adunk föl semmit. Tehát olyan röhelyes, amikor azt mondják, én ezt meg ezt föladtam Jézusért. Ember, a nagyobbért, tehát Jézus azért nem jött ki ebből, mert a nagyobbat hogy adná föl? Az atyát. Az atyát, és ha egyszer elkezdünk hinni, tehát így elmondja Isten nekünk. Figyeljetek! Tehát tényleg, meg kell hallnotok magatoknak. Ha egyszer, akármelyik pillanatban egyébként sikerül, de úgy meg sikerülne, hogyha a nagyobbra koncentrálnánk, és én hiszem, hogy ez az idő eljött most. Ez a kulcs. Igen, ha nagyobbra koncentrálunk, akkor a meghalt állapotban vagy folyamatosan, de nem akarsz belőle kijönni, mert olyan édes az élet, az mész folyamatosan. Kit érdekel akkor az, amit ott hagytál, mikor ő ránézel? De nincs mi! És egyszer, egyik alkalommal leestem a földre, és fölvitt az Úr a keresztre kétszer, és az egyiknél az volt, hogy ezt elmondtam egy pár évvel ezelőtt, de most ide tartozik, hogy nevetséges újjászületés után, és azt mondta nekem, hogy mondjam el a testvéreknek, hogy a hívőknek a legjobb hely a kereszten van. Nekünk onnan kezdődik el az életünk. És nem értettem mi? Azért, mert ráadásul ő tette föl magát a keresztre, nem oda feszítették, önként ment oda. Én hozzátettem egy igenis humoros részt, hogy még segített is az ügynek, hogy oda szögeltette a kezét, hogy nehogy véletlenül emberi reflexszerűen összezárja, de igazából onnan kezdődik a mi életünk, ebbe adás van csak. Nem védi magát, nem zárja össze magát. Innen kezdődik a szeretet. A szeretet onnan kezdődik, hogy ki vagy tárókozva minden köpködésnek, és akkor is adsz. Ez egy hatalmas dolog. És nekünk ez lehetőségünk van így élni. Senki nem tudta volna megtenni, csak ő. És ott ma hallottam, ahogyan a bemerítkezés... És a Szent Szellem által tudtuk is megtenni, ha megtesszük. Ugye a bemerítkezéskor sokszor idefelé jöttem, és a Feri sokszor a bemerítkezés után mindig elmondja, hogy élek többé nem én. Ugye él bennem a Krisztus, és a régiek elmúltak, és újjá lett minden. És idefelé mondta a Szent Szellem, hogy ezt el kéne hinni. És innen nem elmenni. Ezt el kéne hinni. Tehát utána van a gond, igen, hogy el kéne hinni, azért van nekünk a bemerítkezés. Most mondod, akkor hogy elhisszük, akkor idefelé mutatta az Úr. Na. Te hangodon hallottam, azt, hogy sokszor mondod, ugye, és hangosan kimondod. És az a helyzet olyan, mint amikor azt mondta a nagymamám, és nem tudtam, a legjobb evangelizációs duma volt, amikor eljöttünk tőlük Zalából, minden alkalommal azt mondta, hogy menjetek Isten hírével, és később mutatta az Úr, hogy tulajdonképpen olyan evangelista volt, mert tudta, hogy hogyan kell jönni menni, az Isten hírével. Ha sokat mondunk valamit, akkor az értéktelen lehet. És benne ott a jelentés, és mindig mondott, hogy ugye a régiek elmúltak, és újjá lett minden, most is néztem ugye a felvételt Izraelből, és ezt így mondjuk, és mindenki hallelujázik. És utána meg jön a nehézség, a nehéz élet. De ott történik egy mészdíj. És onnantól kezdve nem szabadna egy percet sem másképp gondolkozni, akármit látok a testemen, ami nem egyezik meg Jézus Krisztus befejezett művével, ő azt egy misztikummal ránk öltötte, és mi fölöltöttük, azt kell vallanunk folyamatosan, hogy újjá lett minden. Az azt jelenti, hogy tényleg újjá lett minden. Különben... De a bemerítkezésnél, az újjászületésnél, ott viszont az életet csak úgy tudjuk hirdetni, hogyha a halált hirdetjük. Tehát ugye ez, amikor mondják, hogy igen, valaki öngyilkos akar lenni, hát az a legjobb, végre, hajd meg az Úrért, mert arról kéne szólnia az egésznek, amikor valaki megtér, amikor ugye irányt változtat,
hogy a saját elképzeléseitek, a saját vágyaidnak, annak, annak, amit az ádámi, az a kígyó kísértése felpiszkált az emberből, hogy élj már magadnak egy kicsit, kezd már el magadnak hatalmat, te mondd meg, hogy hogy legyen, te uralkodj az egyiken, a másikon, és te csinálj egy civilizációt, ami arra épül, hogy te magadnak nevet szerzel, ugye, és akkor ez az egésznek akkora illúzió, tehát egy akkora tényleg a csalit bedobta, és ráharapott az ember, és egyébként ezt mondja ugye a római levélben, meg a korintusiban is, hogy a halál is, meg az örök élet is ugye egy emberen keresztül jött be. Tehát bejött ott ez a fajta illúzió, hogy majd én akkor leszek az az élet, hogy én megvalósítok, meg nagyobb leszek, és hogy amikor tényleg akkor én is meggyőződés, hogy akkor könnyű a saját tapasztalatból is mondom, hogy akkor könnyű a hívő élet azokban a pillanatokban, vagy jól lenne azokat a pillanatokat elnyújtani, amikor ott az a alámerülésben benne maradunk. Tehát, hogy ott meghaltam az elképzeléseimnek, és akkor tök szabad vagyok. Akkor nem vagyok elvárással, hogy a szomszédom, a munkatársam, a gyerekem, akárkim hogy bánjon velem, hanem teljesen más a dolog. Én ma, uram, add meg, ne azt, hogy a főnök rendes legyen, meg hogy a feleségem főzzön nekem kávét, tehát ne azt add meg, hanem azt add meg, hogy én tudjak rendes lenni. És igen, csak az ami tehát itt sok minden van most a fejemben. Egyébként be van dobva ez a fogyasztói csali, hogy tiéd, mert megérdemled, fogyaszt, hát te vagy van, az, ugye? Egy életet, most valósíts meg, gyorsan, ugye? Önmagad, és így tovább. Ez a fogyasztói társadalomnak ez a csalia. De ezen még csak-csak átlát az ember, de a vallásos csali az még sötétebb, még gonoszabb. Hogy ez egy olyan cél, hogy most én meghalljak önmagamnak, és hogy kövessem Jézust, ezért nekem nagyon nagy erőfeszítéseket kell tennem, meg kell sanyargatnom a majom kezem, mert az kéz is, tehát az kéz is kell tanúsítanom. Ezek a magyar nyelv. Önostorozó, meg mit tudom én, életmódot kell folytatnom. És ha már csak eszembe jutjuk magamnak, hogy megeszek egy szem epret, akkor már az a testi kívánságoknak a nem tudom micsodája. Valószínű, mondja ezt. Heidi Baker mondta egyszer, amikor az úr, nem hallottad, az úr az, csinálták ezt a szolgálatot, és nagyon nyomták, és akkor minden papucsát oda akarta adni, és akkor szólt neki az úr, hogy most már nem. És ott jönnek, és mindenki akar, azt mondja, velem gondolkoz nagyobba, én mindenkinek akarok papucsot adni, mit használhat, te mindig odaadod a diédet. Ezt az egyet. Ezt az egyet, és azt mondja, és háromszor mentem be vérmérgezésért kórházba, és aztán utána azt mondja, egyszer csak az úrral beszélgetünk. Mert mezitláb ment haza. Mezitláb ment haza, és azt mondja, beszélgetünk, és ehhez tartozik, hogy azt mondja, mondja az úr neki, hogy azt mondja, Heidi, egyél sajtot. Sajtot? Hát én a szegények felé szolgálok. Hogy ehetek én sajtot? Hát én gyarló. Hát hogyan? Hát ők meg így... Heidi, egyél sajtot. Luxus cikk. Tehát ez... Amit te mondtál. Na, én azt akartam mondani, hogy a vallás obszúrja ezt a dolgot, mert nagyon jó dolog az, amit itt Jézus mond, hogy meghalni magunknak és élni ő neki. De ez nem úgy működik, hogy addig erőlködünk és gyötörjük magunkat, nem, míg úgy nem lesz. Nem így működik, mert ebből szörnyűbb dolog jön ki, mint amit a világ kínál. Az ugyanaz, mint a Golgotáról. Ebből az inkvizíció nő ki, meg az emberi erőlködés és az önfelmagasztalás, hogy na én most már aztán tényleg, micsoda, így, meg úgy, már én most már tényleg. És mindig az én történt van. Hanem ezt azt mondja, hogy öldököljétek meg a ti földi tagjaitokat a Szent Szellem által. Tehát nem az erőlködés által, a könnyű és gyönyörűséges iga által. Amit te mondtál az előbb, hogy ő rá nézve könnyű. Mondok, hányan vagytok itt anyukák? Apukák? Na. Úgy már. Jó van, én is anyuka vagyok, vagy mi? Nem. Hanem az, hogy évekig az ember a gyerekért föl kellett, hogy keljen. Minánk én is, nem csak a feleségem, sőt én éjszaka így fileltem, mindegy. Kettő volt. Meg több is, öt is. Na mindegy, de az a lényeg a dolognak, hogy akkor fárasztó volt éjszaka nem aludni, meg csinálni a dolgokat. De
nekem akkor is emlékszem, de most meg aztán különösen visszamenőleg, ez a leggyönyörűségesebb dolog volt, amit valaha tettem, és amit ma is valaha teszek, hogy a gyerekemért áldozatot hozok. Hát én nekem az, hogy főzhetek, hogy bármit csinálhatok azért a gyerekért, a felnőtt gyerekeimért is, az olyan gyönyörűség, olyan öröm, olyan boldogság. És ez az, amikor az embernek van egy magasabb célja, ha én tudom, hogy Istenért teszem, az olyan az Istenért, akit szeretek, akivel együtt élhetek, és ő érte, és ő ránézve teszem, akkor ez nem lesz egy nehéz és gyötrelmes, önmegsanyargató, nem tudom micsoda, hanem ez maga lesz az élet. És Jézus nem azt mondja itt, hogy jól vert pofán saját magadat is, és gyötört kínozd magadat. Nem azt mondja, azt mondja, hajj meg magadnak. És ez nem erőlködés által, hanem önátadás. Csak egy ige az után. A Kolossa 2-ben mondja Pál ezt, ez egy hosszabb rész, de azt mondja a végén, hogy ugye pont az önsanyargatásról, hogy azt mondja, amelyek bölcsességnek látszanak ugyan a maga választotta Isten tiszteletben és alázatoskodásban és a test gyötrésében, de nincs bennük semmi becsülni való, mivel hogy a test hízlalására való. Tehát amikor te fölveszed a én mekkora aszkéta vagyok, akkor gyakorlatilag azt is csak azért csinálod, hogy önigazult lehess, és hogy mások szemébe te lehessél valaki. Tehát már az egész a célját pont nem éri el. Igen. Tehát ez a fajta aszkétizmus, és ugye azért ma is mondja, hogy ha már megszabadultatok, ugye Krisztussal megszabadultatok a világ elemi tanításaitól, akkor mire terheltetitek magatokat, mintha e világban élők volnátok ilyen rendelések, hogy ne fogd meg se kóstol, még csak ne is illesd. Tehát, hogy amikor eljátszod, hogy te most szenvedsz az Úrért, de igazából a saját érdemedért szenvedsz, csak nagyon okosan teszed. Most kaptam egy olyan képet, nagyon érdekes, hogy ha itt van a gabonamag, ugye semmi haszna nincs. De nagyon egyszerű a képlet most így, hogy a Szentszellem mutatta. Ha belekerül a földbe a gabonamag, akkor sinem van. Nem kell erőlködni, igen, semmi. Igen. Belekerül a földbe, ott van, azért ott már az a lényeg, hogy el fog rohadni, és mi fog kijönni belőle egy élet. Tehát és mit mond, ezt alá ki is húztam közben, hogy az Úr tényleg, ahogy mondjátok, hogy szól állandóan. Nekem is most is szólt, mindjárt mondom. Azt mondja, mert valamennyiszer eszitek egy kenyeret, és isszátok az Úr a pohát, az Úrnak a halálát hirdessétek. Ezen annyit gondolkoztam, hogy miért nem beszél a feltámadásról. Igen. Az Úrnak a halálát hirdessétek, és Jézus is megemlíti, hogy tehát annyira kulcs a halál, mert halál nélkül nincs élet. Így van. Tehát nem úgy van, hogy előbb van élet, és akkor, hanem ha nincs halál az én életemben, akkor micsoda életet akarok élni? Még az önmagamat élem. Mert a gabonamag még az asztalon van. Még nem került be a földbe, de amikor bekerül a gabonamag a földbe, ott már nem tud más tenni. Egy képet láttam, illetve hát küldtek át, hogy a gyönyörű mezei virágok nem versengenek egymással, hanem a mezei virág az egyik a pompájába virul, a másik, az egyik annyira szép, amikor megyünk el a, tudjátok, pipacs mezőkön. Gyönyörködünk benne. És egyetlen egy pipacs sem erőlködik, hogy ő rózsa szeretne lenni. Igen. A rózsa természetesen jön, ma már ilyen elfajzottak sajnos, hogy nincs illatuk, mert én mindig azt keresem, hogy hol az illat, de nincs illatuk ezeknek a mesterségesebb rózsáknak, de most nem is ez a lényeg. Tehát amikor bekerül a gabona maga földbe, akkor a folyamat olyan egyszerűvé válik, hogy nem tud más történni, mint elrohad, és kijön belőle az élet. De ha kimarad, soha nem lesz belőle élet. Ezért nem is volt élete senkinek se, amíg nem születik újjá, addig halott, az nem élet. És Krisztus halál... Azt hiszi, hogy él. Azt hiszi, hogy él, de addig ugye addig halottak voltunk. Igen. És az élet onnan kezdődik, csak az újjászületéstől, amiben egyébként mindenkit belevett Krisztus, amikor megtette. Nekünk hitáltal kell, és Feri erről beszélt, hogy a miénk csak hitáltal mehet, különben nem lenne Jézusé a Jézus név. Nem lenne ővé a név, ha mi megpróbálnánk abba az irányba bármit is tenni. Ővé kell, hogy maradjon a név, ő a szem. Tudod, kik a legnagyobb segítőik? Ebben a dologban? Mert ugye mi önmagunkat... Ellenségeink. Mi? Ellenségeink. Az ellenségeink, pontosan erre gondoltam, igen.
Azt mondja, hogy boldogok vagytok, ha minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek a szelleme. Azok, akik gyaláznak, szidnak igaztalanul minket, azok kiprovokálják azt, hogy meghalljunk. Hogy meghalljunk, és megnyugszik rajtunk a dicsőségnek a szelleme. Tulajdonképpen a legjobbat teszik velünk. Hát azért mondja Jézus, nem azt mondom, hogy ezt én annyira bírom, meg szeretem, de ezt majd mondja, na jó van, hogy örüljetek és örvendezzetek. Na meg Jakab is. Jakab is mondja, hogy teljes örömnek tartsátok. Örüljetek és örvendezzetek, mert nagyot így cselekedték a prófétákkal, és akik előttetek voltak, és ilyen, és nagy a ti jutalmatok a mennyben. Tehát ez az egónak való meghalásnak áldja meg az Isten, most mondom innen. Akik minket szidnak, gyaláznak, az Isten áldja meg őket. Köszönjük szépen. Dicsőséget. Jó, megy a sorozat. Ehhez azt mondanám, hogy ugye azt mondom, hogy meghalni. Én azt azzal egészíteném ki, hogy ez nagyon fontos szerintem, hogy elhiggyük, hogy meghaltunk. Mert különben megint próbálkozunk meghalni. Tehát Jézus után nekünk hitáta van minden. Tehát halálban tartani. Én nagyon fontosnak tartom ezt, hogy mindig visszamenni az alapállapothoz, hogy mi már meghalódtunk Krisztusban, és akkor elindul valami misztikus dolog, elkezded érezni az életet. Feri, ahogyan mondtátok ezt a képet, ugye mondtad, hogy ugye, nem is tudom, hogy mondtad, hogy fölkelti a gyerekeidél, és ez áldozathozás volt bizonyos szempontból. Ez nagyon érdekes, és akkor jött egy kép, látom a vadakat, mert mindenen keresztül mutatja az Úr magát, nézem a rókát, ahogy rohan mostanában, hogy rohannak ki, mit tudom én, pockokért, ott vannak a fácánok, leülnek, és így néznek ránk, ha néznének, és így nézik, hogy ezek mi olyan nehéz ezeknek. Mi az, hogy feláldozás, hogy most az egyik elkezdi a listát, hogy én mennyit ültem a tojásokon, mondja a fűrtojás. És olyan röhelyesnek tűnik az egész, fordítva, hogy mi meg a róka meg azt mondja, hú, most figyeljetek, ma megy a listámra, hogy hazahoztam két pockot, meg elhoztam egy tyúkot, a többit elástam, és annyira király vagyok, én annyi mindent tettem az országért, és a családért, és meghaltam magamnak, és ez röhely, ők mutatják be azt, hogy hogyan kellene viselkedni, hogy igen, hogyan kéne élni, hogy ez lenne a természetes. Mi meg azzal hadakozunk, hogy amit mondta, hogy hát mi jár nekem, és én boldog akarok lenni. Jézus meg elmondja, a igazi boldogság abban van, ha engedsz Isten akaratának, és teszed azt a dolgot, amire teremtve voltál, és én mindig, amikor igazi dicsőítést akarok nézni, akkor kinézek az ablakon, ránézek a lovakra, a növényekre, oké, most már tudom. Mert nem, ha mi dicsőítünk, az éneklés. Ő akar rajtunk megdicsőülni, mert csak ő tud megdicsőülni, mert van annyira szuverén Isten, hogy csak ő tud megdicsőülni rajtunk, és az úgy működik, ha minél jobban kiállunk az útjából, és minél inkább ő 100%, mi meg 0%, és egyébként meg megmondja Jézus, hogy az nekünk a legjobb. Hogy az nekünk a legjobb. Nem csak mondja, végig érte. Ő megcsinálta. És nem volt szomorú. Így van, nem? Most jelzem, hogy én még tanulóvezető vagyok ezen az úton. Jézus nem volt szomorú. Én tanulóvezető vagyok, én törekszem erre, de én nekem ez nem megy ennyire jól, mint ahogy itt könnyű beszélni, megcsinálom, nem olyan könnyű. Nekem. Azt mondja Pál, ez nagyon. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők. Jézus. Most nem ez, magukat szeretők. Igen. Ez a lényeg. Most az első mondat az, hogy az emberek milyenek lesznek, magukat szeretők, és az összes abból jön ki. Tehát abból nő ki, hogy pénzsovárú, kérkedő, kevély lesz, káromkodó, az önmagát szeretőből. És mit mond Jézus? Azt mondja, hogy aki szereti a maga életét, elveszíti azt. Tehát az emberek önmagukat szeretők, és ezért soha nem tudják átélni azt, igen, amit az Isten elkészített. Igen. Mert az egóval vannak elfoglalva, az, hogy nekem újabb autó kell, nekem ez kell, nekem az kell, igen, tehát bele vannak ebbe, és ez az önmagát szeretőből fakad minden. Így van. És azért mondja Pál, nem véletlen mondja, hogy tudd meg, hogy nehéz idő lesz az utolsó napokban, és hogy az emberek magukat szeretők lesznek. Csak az állatról jutott eszembe, hogy ugye sajnos nem egyszer hall az ember olyat, de most tehát a legalapabb, értsd jól, szó nem rossz értelmében primitív, hanem a legösztönibb ösztön,
hogy ugye az utódaidról gondot viselsz, amit Isten, tehát az, hogy mi az Isten képmásai vagyunk, az minket kivesz gyakorlatilag abban a kategóriában, amiben az összes többi lény van. Mégis azt látod, hogy még mondjuk egy őz nem gondolkozik azon, hogy mi lesz az alapjával, hogy ő szoptatni fog. Hány olyat hallasz, sajnos én többet hallottam, aki direkt elapassza a tejet. Mert megmondja, hogy ő nem akar úgy nézni ki, mint egy rom. Igen. És fogja, ő és ő nem szoktat, jön a tárcer. Itt van a kulcs. De és milyen érdekes, hogy beszéltünk, ugye ért ki. És megfossza magát. Igen. Meg, tehát olyan szinten isteni berántja dolgok. A kéziféket az isteni élet igen. folyásába, egy olyan illúzió miatt, hogy majd én akkor kellek-e, hogy majd én akkor majd én megakasztom az időnek a folyását. Igen, de nyilván ebben is van egyfajta szomorúság, hogy ő ott a mókus kerékben izzad, hogy ő elfogadható legyen. Igen. Tehát, hogy ő legyen. Tehát nyilván megint az ember ösztönösen érzi, hogy el kéne ítélni, de nem tudod, ha mögé látsz, hogy mennyire nincs elfogadva. Tehát nincs abban a sálomban, hogy én kellek, szükség igen. van rám, jó vagyok, gyönyörködik bennem, hanem belemegy ebbe a mókus kerékbe, és egyszerűen kivetkőzik még az anyai ösztönéből is. Egyébként az a gyerek, aki tud szopni, az nem is tudja az ilyen szegény, hogy mitől fossza meg a saját gyerek. A közösség. A közösség, az igen. az intimitás, igen. amiben megnyugszik a gyerek, ahogy Dávid beszél, hogy mint az elválasztott gyermek. Jól lakott gyerek. A jól lakott gyermek. Tehát amikor jól lakik az édesanyja emlőjén, és belealszik, és azt veszíti el igen. az a gyermek igen. azáltal, igen. hogy meg az anya igen. azáltal, hogy ezt nem adja meg, igen. amit a természet is megad. Tehát igen. ugye mondják, hogy nehogy a medvével találkozol, és bocsai vannak a közelébe, vagy ott vele, akkor nehogy a közelébe kerüljél, mert az attól... Mondasz, hogy bocs és húzol. Igen. Az és egyébként bármi lehet a vaddisznótól. Igen, mert mindegyik fölökle, mindegyik ugye védi a sas ugyanúgy, igen. A kis csemetéjét, de szóval ez a kép, hogy annyira szép, hogy az Isten adta az édesanyáknak, hogy az emlőjükön nevelhetik a gyermekeket az addig az ideig, ameddig arra szükség van. Ugye Sámuel, amikor el lett választva, akkor fölvitte Anna, és odaadta Élinek. Mert megígérte az Úrnak, hogy amikor el lesz választva a gyerek, az Úrnak szentelem. És a legnagyobb próféta lesz abba a korba, abba az időbe. Azt mondja, már nem volt mennyei látás. És akkor jön ez a kicsi gyerek, és elkezdi hallani az Isten hangját. Elkezdi hallani, és Éli sem érti, mert már Éli sem hallotta. Csak kapizsgálta, hogy ha ez a gyerek valamit hall, akkor ez csak az Urat hallhatja. És azt mondja, mondjad azt akkor, hogyha hallod, hogy hallja a te szolgád. És tudjátok, erre van szükségünk ma nekünk. Uram, itt vagyok, hallani akarom a te hangomat. Így van. Mert azt mondja Jézus, hogy az én juhaim hallják az én hangomat, és nem nehéz meghallani az Úr hangját, hiszen az ő juhai vagyunk. Igen. Tehát megint meg kell fordítani a dolgot, hogy nem erőlködnünk kell, hogy ugyan halljuk már ilyen meg. Ilyen lyuk, amelyik ne hallanánk. Igen. Azt értitek? Az én juhaim hallják, akkor a juhai vagyok. Akkor hallják. És már pedig a juhai vagyunk, hiszen újjászületünk. Igen. Hiszen el kell hinni, hogy halljuk. Igen. Így van. Meg az zaj nyilván. Hozzá ehhez a... Van egy igevers, ami nekem ki van zöldítve, nem tudom, hogy ki zöldítette a rendszer. A festéket ráöntötte valami. Igen, de mert nagyon fontos. Rájöttem, hogy az Úr fontosnak tartja ezt. Ezt tudom fejből is, tudod fejni. 2 Korintus 5.13. Na mondja. Tehát ez az a lényeg, hogy megint az a mi ellen nem, az nem működött, és jön pünköst. Ezt várták, és ez a lényege az egésznek, hogy ő vele, ő benne maradva, az ő vezetésével, akkor ő vele, ő benne vagy, ez kiszorít mindent, ő vele tudsz létezni. Tehát az a lényeg, hogy az én ki, ő be. Kettő együtt nem tud működni. Nem tud működni ketten így egyházban, az én ki és az ő be. És azt mondja, és hogyan? Azt mondja, hogy? És akkor mondja, hogy és hogyan lehetséges ez? Azt mondja, tehát hogyha ha magamon kívül vagyok, én, nekem ez nagyon jó szó.
Ha magamon kívül vagyok, akkor ő van bennem. Nekem muszáj magamon kívül lenni. A proféták mindenki magukon kívüli állapotba kellett, hogy leírják, mert mindenki azt gondolta, nem tudom mit gondolnak, hogy nyakkendőbe, fölgyúrt ígújjal, öltönybe írta le mindenki a barlangba ezeket a dolgokat úgy, hogy korrelálnak keresztbe kasul. Nem, úgy tudták csak leírni, hogyha ők kívül voltak, és Isten Jézusról azt mondták, igen, hogy magánkívül igen, volt, hogy és jött a családtagok, és mondták, hogy vigyétek el meg. Ez lenne, és akkor Jézus, gyógyított. Ez lenne a lényeg. Jézus csodálatosan megfelel azt, hogy ezek az én testvéreim, ezek az én családom. Igen. És rámutat az övére. Igen, hogy de ott azt a szót használja, hogy magánkívül. Így van, tehát azt mondták, ebbe az van, hogy extázis, révület, magadon kívül vagy, elment. Itt azt írja, ha úgy tűnik, hogy elment az eszünk, a mi eszünk, az enyém. Azt mondja, és itt van a fricska, azt mondja, az Istenér volt. Azt mondja, az Istenér van így. Ha bölcsek vagyunk, az meg értetek van. Tehát akkor visszajövök abba az állapotba, hogy na jó, szegényként neked megmagyarázom, ez értetek van. De nekünk a létformánk az a magunkon kívüli állapot, amiben ő van, és akkor már nem bonyolult vele lenni, akkor már hiszem, hogy akik mártírok, olvasni kell róluk, azok nem éreztek sokszor fájdalmat. Azt nem lehet fölimádkozni azt a pillanatot, ott te és ott vezetésbe vagy. Ott nem, azt mondja, nem kell aggódni, megvédelek téged. Tehát ezek nem, tehát azt mondja, ha úgy tűnik, hogy elment az eszünk. Ez az egyik fordítás. A másik fordítás az azt mondja, itt van, nem bírom belőle kiszedni az ődet, tehát nagyon fontos most lehet az Úrnak. Azt mondja, ha ugyanis révületbe estünk, és ebben volt Jézus is, hát azt mondja, az Istenért történt. Ha pedig józanok vagyunk, értetek van. Mit mondtak róluk? Pünköstkor? Hogy nem józanok, nem kicsit, hanem édesbortól részegedtek meg. Úgy néz ki, hogy a kulcs ebbe a berúgott állapotban van. Amúgy se lehet elviselni ezt a világot, csak részegen. Tehát ezt tudják egyenmásak. És ez a Szent Szellem által van. Sehogy máshogy. És ekkor olyan vezetésben vannak, ugye van egy kis zárt csoport, messenger csoport. 15-ös tovább olvasod. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután már nem maguknak élnek. Ugyanaz. Hanem annak, aki értük meghalt és feltámasztott. Így van. Ez nagyon jó, nagyon oda vág. Igen. Kulcs az a Szent Szellemben való létezés, és akkor nem valami ellen. De utána, vagy utána az azt hozza létre, hogy már nem magunknak élünk. Nem is tudsz, mert kettő nem megy egyszerre a két program. Ó, új Laci. Szövetség nem megy. De én meg látom rajta, hogy csillog néha a szemmel, de nem mondja. Nem tudom, hogy szóval. Nem jön szóval. Meg kéne hallnatok már magatoknak. Na. Neki élek. Nem tudom, miről beszéltünk pont, de eszembe jutott. Nem magadon kívül. Csapok. Ugye a csapnak egy funkciója, hogy jöjjön a víz. És hogy itt a dicsőségben, hogy vannak ilyen aranycsaptelepek, de nincsenek, az a képét, hogy nincs a vezetékre kötve egyik se. És borzalmasan páváskodik, de semmi haszna az egésznek. És lehet, hogy egy kis nyúves csap, az ott van, és állandóan folyik. És senki nem volt, te csak így, az aranycsap, és semmi. Mert mindegy, lehet, hogy a Gábor mesélte itt a szoptatásnál. Magánkívül van a és hogy valaki örökbe fogadta, te mesélted? Örökbe fogadtak. Az durva volt, igen. És elindult a tejtermelés, mert annyira akart adni. És nem az érdekelte, hogy most az alak, meg amit tudom én, nem őszülte, de látta, hogy semmi köze nem volt, nem lett egy gyereknek. Nem. Ez nekünk egy ismerős. Tehát ez nekünk egy ismerős. Az milyen? Szóval hát ilyen, ő tudja, hogy megtérjük. Egy ismerős. Egyébként a tanúsoktak ezt lehet, hogy a lényege az alap pillanat, hogy tudod, hogy ki az. Igen, ott a nevét én mindig elfelejtem, de igen. Csodálatos. Tehát, hogy ő neki nem lehet egy gyereke, és mindig összehoztam, mert azt hiszem, hogy nem is volt ráadásul hívő, vagy nem tudom már, ezt most nem mondanék valótlan, de hogy összejött pont egy olyan hölgyel, aki terhes volt, nem akarta megtartani a gyerekét, tudta, hogy nem tudja megtartani valamiért, de ugye nulladik napon, tehát a szülés után le akarta papírozni, hogy a gyerek kerüljön valahova. És akkor így azonnal hozzá került. Tehát, hogy nem volt kimaradás, vagy hogy mondjam, de hogy a durva ebbe az, hogy még az egyik elapaszta, igen, addig a másik, amelyik volt olyan hülye, hogy elhittem. Vagy lehet, hogy nem is tudta, csak akkor te itt tudom én. De egyébként a dajkáknak ez a lényeg, a dajkák, amikor... Tehát ott volt legalább gyerek, érte. Nem biztos.
nem biztos, és a királyok nem mindig volt. Persze, hát őt választottak. Igen, igen, jó van. A Mózes is úgy nevelték fel, hogy beírták az anyját. Meglátta a gyereket, oda csapta a hóna alá, és tejtermelés. Hát most még természet fölöttibe jártok, vagy ez olyan kicsinyes? Szóval kicsinyes. Isten azt mondta, hogy legyen, azt megszámoltak a milliárd univerzum lett, a tej meg nem tud csak beindulni. Az a nagy helyzet állt elő, hogy kinőhet a tej, meg nem indulhat el. Be kell fejezni. Én most még egyszer ezt felolvasom. Felolvasom, ahol eljutottunk a végső konklúzió. A 2 Korintus 5-ből, amit beszéltetek, azt ott az egész részt. Na. Azt mondja, nem ajánljuk ismét magunkat nektek, hanem alkalmat adunk ti nektek a velünk való dicsekedésre, hogy legyen mit felelnetek a színből és nem szívből dicsekedőknek. Igen, mi bolondok vagyunk Istenért. Halleluja. És eszesek vagyunk érettetek. Mert a Krisztus szerelme szorong a minket. Úgy vélekedünk, úgy gondolkodunk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ő benne, azok ezután nem maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt, és feltámasztatott. Azért mi ezentúl senkit sem ismerünk tesz szerint, nem gondolkodunk tesz szerint másokról. Ha ismertük is Krisztus tesz szerint, de már többé nem ismerünk. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés, a régiek elmúltak, és íme újjá lett minden. Mindegyik pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett, Jézus Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Mert Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítva, eltörölve az ő bűneiket, és ránk bízta a békéltetésnek, a bűnök eltörésének az igéjét. Krisztusért járva tehát követségben, mint a Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel, mert ő azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette miértünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Amen. Amen. Milyen jó, mi? Egyébként az a kép jutott itt az utolsó mondatán, ez engem mindig megérint nagyon, hogy mint hogyha Krisztus kérne általunk. Igen. Tehát amikor ha az ember, tehát én magam előtt látok egy képet, ahogy van egy szülő, és a gyereke meg van vezetve, egy önpusztító, mérgező indulat él a gyerekben, és az apa pedig térdel el, úgyis kéri, hogy ne csináld. Nem arról az, hogy az Isten akkor most haragszom és szétszúzol, hanem könyörög neki, hogy figyelj már, békülj meg, ne csináld, mert nem jó neked. És ugye nem tud mit tenni, ha a gyerek nem hallgat rá, de hát az egy apának az nem úgy jövő, hogy elment a gyerek, akkor dögöljön meg. Tehát ilyet nem mond, érted? Mert hát a vallás sokszor ezt mondja, hogy az Isten úgy van veled, hogy háromszor szól, igen, a negyediknél dögölj meg. De hát érted? Hát nem, hanem a negyediknél meg a huszadiknál is ott van, és nem örül a bűnös halálában, hanem bántja őt, fáj neki. Csak minden, csak ennyi ebben a képben. Jó, hát gyerekek, hát akkor térjünk rá az úrvacsorára. Köszönjük azoknak, akik velünk voltatok.